Paks 2 elképesztően sokba kerül. Hazánknak nincs is elég pénze rá. Hatalmas orosz hitelt kell felvennünk, és orosz technológiával kell megépítenünk, ami Magyarországot évtizedekre kiszolgáltatja az orosz érdekeknek. Hogy a magyar állam fizetni tudja egy ekkora építkezés költségeit, más állami kiadásokat csökkentenie kell. Például a családi pótlékot vagy a gyest. Más szóval megszorítások várhatók. Az atomerőmű az áramtermelés egyik legdrágább módja. Paks 2-nek a jelenlegi áramáraknál kétszer drágábban kell majd eladnia az áramot. Így nőni fognak a lakossági áramárak. Jön a rezsinövelés. A kiégett rádióaktív fűtőelemek több százezer évig sugárzóak maradnak. Kezelésükre, tárolásukra az egész világon nincs biztonságos módszer. Súlyosan veszélyezteti a környezetünket és az emberi egészséget. Az erőműben keletkező hő felmelegíti a Dunát, károsítja az élővilágot. Az egyre forróbb nyarak ezt a hatást csak súlyosbítják. A felmelegedett folyóvíz és a nyáron jellemző alacsony vízállás miatt nem lehet a reaktorokat biztonságosan hűteni. Ezért az erőművet gyakran le kell majd állítani. Egy ekkora erőmű minden más energiatermelési megoldást ellehetetlenít. A hazai megújuló energiatermelés sosem fog fejlődni igazán. Pedig még most sem késő, hogy Paks 2 helyett más utat válasszunk. Európában közeli szomszédainknál is egyre nagyobb szerepet játszanak a megújulók. A zöld áram egyre olcsóbb, a megújuló energiaforrások korlátlanul és helyben rendelkezésre állnak. A megújulók használata országszerte vidéken is munkahelyeket teremt, megélhetést biztosít. A zöld energia sokkal nagyobb arányú hasznosításával a hazai áramigények Paks 2 nélkül is biztonságosan kielégíthetők. Felmérések szerint a magyarok nagy többsége atomerőmű építés helyett a megújuló energiák hasznosítását szeretné. Igazuk van. Paks 2 egy pénzpazarló, kockázatos, felesleges beruházás. Használjuk helyette a hazai erőforrásainkat. Ez a nemzet érdeke.